A legutóbbi nemrég megjelent könyvednek az a címe, hogy Harmónia Czőlesztis, és én szeretném a könyved első szavához tartani magam, harmóniában szeretnék veled itt ülni 35-40 percig. Nem szeretnélek nagyon kihozni a sodrodból. Úgyhogy segíts nekem, mivel lehet téged kihozni a sodrodból? Mikor leszed dühös? A hülyeségtől. Ha valami illogikus. Ha egylépéses matfeladvány van, és mégis meghúzza az ember. Tehát amiről nagyon látszik, hogy hülyeség. És mégis megtörténik. Attól megijedek, mert azt gondolom, hogy ezt mindenkinek látni kéne, vagy annak is látni kéne, aki ezt megteszi. Akkor tehát miért teszi meg? Akkor ott valami működik ez a gyerekeknél is, ott otthon, a politikában is, minden. Kérlek szépen, te annak idején... De amúgy higgadt magyar úr vagyok, tehát jó. Nehéz engem. Kérlek szépen, te matematikát tanultál az egyetemen, ugye? A matematikák melyik ága érdekelt téged, vagy pontosabban melyikkel foglalkoztál? Nem, én ennyire nem voltam matematikus. Tehát én csak oldottam, bele szagoltam ebbe az egészbe. Tehát hohmecolás volna azt mondani, hogy engem a gráf nem fogott meg? De engem megfogott, csak azt is láttam, hogy nem vagyok én elég tehetséges ehhez. Tehát arra volt ez jó, hogy ne féljek a matematikától, mert ugye von Hauser az fél az emberettől, és hogy kicsit valamit megértsek az esztétikájából, meg tehát valamit, rájárásom lett inkább egy kultúrtörténeti helyre. És ebben az időben, amikor még fiatal egyetemista voltál, vagy még ezt megelőzően, akkor te már írtál? Gattam, vagy tehát soha nem volt az a konfliktus, hogy író vagy matematikus, mert ez nem volt. Az a konfliktus se volt, hogy író vagy más, de nem nagyon írtam, hogy kicsit. Tehát már mondjuk, hogy is volt, a harmadéves koromban már írtam ezeket a Fancsikó és Pintákat, vagy Pistákat. Vissza tudsz arra emlékezni, hogy melyik volt az írásod, ami legelőször megjelent bárhol, ami olvasható volt többek számára? Az egyetemi lapokban jelentek meg ilyen izék, ilyen kis színesek. De egy rendes labba az a Párizsi Magyar Műhely volt, meg a debreceni Alföld. Ezt úgy szerettem is, hogy Párizs meg Debrecen. Ez egy buta kérdés, ami következik, mert az ember nagyon nehezen tud visszagondolni akkori érzelmeire, de mégis számodra az időszak, mikor az egyetemi lapokban, vagy amit említettél, a másik két újságon megjelent egy cikked, és ugye elolvasod, egy cikked, egy írásod, akkor is ugye elolvastad, akkor az egy olyan nagy dolog volt, nagyobb dolog volt, mint most egy ilyen vastag könyvet a sajátodat kézbe venni? Nem, az mindig nagy dolog, mert van benne valami félelmetes, tehát hogy az ember ott maszatol az íróasztalnál, akkor az mindig olyan, hogy vissza is vonható, tehát kihúzható, átírható, még mikor legépelik, az is más státusz már, ha le van gépelve. Aztán, amikor megjelenik, akkor lehet látni, hogy már vége mindennek. Tehát ez akkor most megtörtént. Abban van valami félelmetes is, meg valami újongás. Ez az újongás, ez nem lett kevesebb. Te mondtad, hogyan írsz? Ceruzával, tollal, írógéppel, számítógéppel? Tehát kézzel írsz? Igen. Szóval. Kézzel, lába. Számítógépeszed, de sem jutott, hogy szövegszerkesz? Csak én akkor már benne voltam ebbe a Harmónia Czőlesztisbe, amikor ehhez úgy igazi ráférés, vagy hozzáférés lehetett volna, tehát az olyan 91-92, és akkor meg nagyon kialakult nekem ez a rendem, vagy rendszerem. Meg az a sok előny, amit a számítógép jelent, az nem... A szép irodalomban az nem okvetlenül előny. Tehát az, hogy gyorsabban lehet valamit csinálni. Vagy... Nem, én arra gondoltam, hogy az lehet egy nagy előny, hogy vissza tudod nézni. Meg tudsz nézni egy jelződet, hogy azt ottan hogy is alkalmaztam 200 oldallal előbb. Igen, ezt így is meg lehet nézni, oda kell lapozni, illetve fejbe kell tartani, hogy hova kell lapozni.
hát akkor fejbe lesz tartva, illetve ha meg nem, akkor az is egy érdekes dolog, ahogy ottan szentségelve keresi az ember a dolgokat. Tehát az, mert közben, a hibázás közben, mert nevezzük ezt mondjuk hibának, hogy nem tudom, hogy hol is kell megkeresni, a hibázás közben mindenféle dolog történik az emberrel. Rátalál egy másik jelzőre, akkor arról is kiderül, hogy rossz, akkor ha az rossz, akkor lehet, hogy ez a kettő se volt rendben. Tehát olyan érdekes dolgok történnek. De gyakorlatilag a kéziratodat valakinek odaadod legépelni, az a kézirat hogy néz ki? Agyon van maszatolva, pötyölve, húzogatva? Nem, mert az a kézirat az már a harmadik leírás. És akkor... Ja, te tisztázod? Tehát a piszkozatból te csinálsz a tisztázatot? Hát nem, az nem sima tisztázás, az mindig változtatás. Tehát mert mindig azt remélem, hogy megúszom két leírásból, tehát ezt remélem mindig, hogy meg, és soha nem de úszom. Sose. Majdnem, tehát mindig majdnem megúszom, de nem úszom meg. És hogy dolgozol már a dolog idejét illeti, tehát neked van egy saját magad által kialakított munkarendet, hogy reggel 6 óra 32 perckor odaülök az íróasztalhoz, hát, és dolgozom 10-ig, vagy ahogy ezt az egyszerű ember gondolja, amikor megszáll az ihlet, akkor egyszer csak fogod magad, most eszembe jut az, és nekiülsz és írsz két fejezetet. Igen, nem, ihlet nincs, munka van. Tehát mint a barom. Hogy reggel odaülök, aztán ameddig. Addig. És amit írsz, tehát nyilván ugye a fejedben lévő dolgok kerülnek papírra, azokat... Hát vagy az én fejemben, vagy a te fejedben lévő. Azokat jössz, mész, teszed, veszed a dolgodat, intézed az ügyeidet, beszélgetsz a gyerekeddel, feleségeddel, beszélsz most éppen velem, és most például valami eszedbe jut. Most erre nem lesz módod, meg, talán legfeljebb meg tudod jegyezni, de hogy csinálod azt, hogy ha valami eszedbe jut, azt megjegyezd? Hogy mindig van nálam egy ceruza. Mert semmit nem jegyzek meg, csak amit fölírok. Egy cédula, és azt te fölírod. Meg. Elmondom neked egyszer egy álmomban valami fantasztikus dolog jutott eszembe. Egyszerűen fantasztikus volt, és azt mondtam, hogy ha ezt most leírom, ezt a két szót, akkor tulajdonképpen a földet ki tudom forgatni a helyről. Annyira erős volt ez az élmény, hogy ilyen fölkeltem, és fölírtam ezt a két szót. És akkor másnap fölébredtem, akkor oda volt írva, hogy a szamár lila, valami hasonló dolog, és semmi nem jutott róla eszembe, hogy ez mi akart lenni, mi volt e mögött. Neked eszedbe jut a céduládról, hogy mi van a mögött? Hát sokáig kell nézni időnként. Tehát van néha, hogy találok cédulát, és akkor oda van írva egy szó, és 8 felkiáltójel, és halványdomsztom nincsen. És ott még azt is tudom, hogy már nem is érdekes a cédula, mert már halott cédula, de akkor addig kell ott ülni, ameddig. Amikor megisz valamit, az kilátja először. Kinek mutatod meg, kinek a véleményét hallgatod meg? Hát a Gitta nevű nő, a felesége. Ő neki felolvasod, vagy ő elolvassa? Hát külön-külön verziók vannak. Tulajdonképpen felolvasom én. Ha készen vagyok, akkor mindig felolvasom. De aztán van, hogy elbonyolódik a dolog, tehát már nem marad erőm rá, meg nem tudom, micsoda. Szóval el tudom képzelni ezt a jelenetet, ültök két fotelban, itt a nevű feleséged az egyikben, a másikban te is olvasol, ő hallgat. Neki ilyenkor kötelező elájulni? Az attól függ, hogy mikor olvasom. Tehát ez egy nem nagyon hálás dolog. Tehát mert mondjuk az elején, a munka elején többé-kevésbé hülyeségeket beszél az ember, már hogy konkrétan én. Mert csomó ötlete van, és hát a csomó ötletnek, ha szerencséje van az embernek, akkor a legtöbbi az rossz ötlet, mert az nem nagyon jó, ha mindegyik jó ötlet. És akkor ezeket mind öntöm én rá. És akkor óvatosan kell neki válaszolnia, mert egyrészt nem hazudhat, mert azt látom, és akkor őrjöngeni kezdek. Viszont nagyon kiméletlen se lehet, mert én akkor vagyok nagyon... Védekezni kezdek, mert hát védekeznem kell. Mert nagyon sérülékeny vagyok, tehát mert azt hiszem még, hogy minden jó. Tehát az egy nagyon, az nem jó neki, azt hiszem, az egy rossz helyzet. De később aztán nincs mese, ha rossz, akkor... Hát minden esetre ez egy igen intim felolvasási szituáció, de te szoktál felolvasni műveidből közönség előtt. Mit gondolsz,
aki egy ilyen műsorra, ha mondhatom így, elmegy, az azért megy el, mert a műre kíváncsi, vagy azért megy el, mert szeretné tudni, hogy az író, ez esetben éppen te, milyen zakót visel. Hát benne van ebben minden. Tehát amikor én elmentem egy Pilinszky estre, akkor engem is érdekelt, hogy hogy néz ki az az ember, hogy milyen a hangja, hogy azt is, hogy milyen a zakója. De nem mentem volna el, ha a Pilinszky nem a Pilinszky volna. És te ezt a műfajt szereted csinálni? Én szeretek felolvasni, igen. És ilyenkor mit határozol el? Időt határozol meg, hogy 3-4 óráig fogod ezt csinálni, vagy a műből kiveszel 2-3 szeretet, és azt mondod, tart, ameddig tart, lehet, hogy csak 12 percig tart, lehet, hogy 3,5 órát, ezt elmondom nekik. Nem, hát azt az ember tudja, hogy mennyi a jó. Tehát, hogy most 5 percet kell olvasni, 4 órát, vagy nem tudom, vagy 1 órányit, és akkor én ahhoz percre tartom magam. Mert tehát nem olyan nehéz az, ugye, tehát megnéz az ember, hogy egy oldal hány perc felolvasás, azt aztán beszorozza, ilyenkor nagy előny, ha matematika szakot végzett, akkor ezt meg tudja csinálni. Tehát tudod, hogy mennyi egy oldal? Én tudom, mert rádiós oldala válogatja 2 perc. 2 perc, így van, ezt így kell beszorozni. Tehát a 30x60-as. Így van. Térjünk át egy picit egy másik témára, a focira, én tudom, hogy nagyon szeretsz futballozni. Szerettem volt. Szeret, már nem csinálod? Hát mert öreg ember. Öreg, beteg. Hát gondoltam, hogy lassan focizol most. Nem, olyan lassan már, hogy az már nem foci. Mégis, amikor játszottál, kikkel játszottál? Tehát ha azt mondtad, na most, ha megyek játszani, akkor kiket kell fölhívni, vagy hogy ment ez a dolog? Hát külön-külön fázisok voltak. Kezdetben az öcsémékkel, meg a Trips gyerekekkel a szomszédból. Mert akkor a római fürdő és strandnak a hátsó része még rét volt, és akkor ott játszottam. És aztán később én elkerültem a Csillag egy munkástorna egyletbe. De szép. Igen. 904-es alapítású, régi. És akkor én ottan igazolt futballista voltam. NB3, Blasz 1, Blasz 2. De mondd is, mint az öcséd egy jobb játékos volt, mint te. Mondják. Végül is válogatott és hozzájött, az Eszterházi Márton egy név volt ebben a szakmában. Te, ha kérdezhetem így, vettél tőle leckéket? Akkor már késő volt. Tehát ugye mi sokat játszottunk együtt, de amikor mi együtt játszottunk még, akkor ő vehetett volna tőle leckéket. De nem vett, ő magától lett az, ami. Aztán később, amikor meg visszakeveredett hozzánk, mondjuk ilyen szünetje volt, és leállt velünk futballozni, akkor meg már nem lehetett követni. Tehát az egész fantasztikus volt, hogy valaki elment, aki kicsit jobban tudott, mint mi futballozni, és visszajött, és valami egész más játékot játszott. Tehát mint a mesében, hogy mondja, hogy miért nem mentem oda. Hát mondom, miért mentem volna oda, épesző ember oda nem megy. Akkor látom, hogy forgatja a szemét, hogy miért nem értem, és akkor oda megy, jó, mondom, oda megyek, és akkor előttem van a labda. De hogy került oda, ezt én már nem tudtam követni. Tehát ez egy másik játék. Tehát lehet ezeket szídni, főleg a mai magyar futball. De azért egy NB1-es szintű játék, az egy más játék, mint amit ott a rétén. De ezt én nem gondoltam. Én azt gondoltam, hogy az kicsit ugyanolyan, csak gyorsabb egy picit, meg nem, az más az. Hát ezt már csak múlt időben mondhatjuk, ezt az egész futballt, akkor térjük vissza a te írói tevékenységedre, és ennek is a múltjára. Engem az érdekelne, hogy a régebbi műveiddel milyen a viszonyod? Hát azt pontosan meg tudom mondani. Tehát például, ha én felolvasnék neked egy termelési regénytől kezdve bármi, mondhatnék 600-at, mondjuk 10 sort, de nem tudnád, hogy miből van. Ráismernél? Hát lehet, de mint hogy a válaszom az, hogy milyen viszonyban vagyok, hogy semmilyen viszonyban nem vagyok. Ezért még azt is elképzelhető, hogy mint a ilyen öreg professzor, azt se tudnám, hogy miről van szó. Mert nem érdekel. Tehát el is kell felejtsen, mert ha az aktuális munkánál kell tudni, hogy az előbb a jelzőket, hogy mi volt a második oldal, meg mi a 400. oldalon, akkor nem jó, ha még a termési regényből is tudom, hogy mi volt annak a második oldalán. Nem is tudom. Nem is tudom, meg nem is érdekel. Szívesen érdekelne, mert az azt jelenteni, hogy támaszkodhatom rájuk. Az azt jelenteni, hogy erőt meríthetnék belőlük. Hogyha bajba vagyok, akkor arra gondolhatnék, hogy fú, milyen jó volt a termelési regény, vagy nem tudom, bármi. De nem mondhatod, nem De sajnos érdekel. Nem mondhatom, mert annyira nem. Mögötted van.
hát illetve fordítva van, nem, mert csak az van, ami van. És amikor egy ilyen munkával, mondjuk a legutóbbi valamit 9 évig írtál, ha nem te mondod, nem hiszem el. De tudom, hogy ez ilyen hosszú ideig készült, ez egy nagy dolgozat. Utána egy szukszant, az egyszer után mondjuk 3 hónapig egy tollat nem veszel a kezedbe? Vagy mintha mi se történt volna, ez is már mögötted van, és ugyanúgy dolgozol, mint egy munkás, aki megcsinálta a tengelyt, és holnap egy új tengelyt kell csinálni. Eddig minden könyv után, mondjuk 2-3 hét után egyrészt tudtam, hogy mit akarok csinálni, és akkor azt el is kezdtem csinálni. Most is tudom, hogy mit akarok csinálni, de szánt szándékkal nem kezdtem el csinálni, mert elfáradtam ebben. Tehát nagyon fárasztó volt. Főleg az utolsó 3-4 éve. A képességeimen, mondjuk a fizikai képességeimen túl dolgoztam. Tehát a regényírás az egy hosszú távú munka, az embernek kell, kicsit olyan, mint a futball, tehát kell az embernek a testével is foglalkozni, hogy ennyit lehet. És akkor nem jó, ha többet csinál az ember, mert másnap is vannak, meg harmadnap is vannak, tehát be lehet rúgni, de nagyon nem lehet berúgni, vagy ha nagyon berúg az ember, akkor tudja, hogy ez a következmény. Föl lehet maradni 2-ig, de az nem olyan jó, mert reggel 8-kor kell kelni, és így tovább. Most itt 3 éven át túlhúztam mindig, mindent túlhúztam, fizikailag túlhúztam, szellemileg túlhúztam, erkölcsileg túlhúztam, a családommal szemben, minden eszembe túlmentem, mert nem úgy éreztem, hogy nincsen más választásom. És akkor ezt én éreztem ottan februárban, hogy kicsit pihegnék. És akkor olyan munkákat csináltam, amik formálisak, tehát könyvtároztam, meg ilyeneket. Uh-huh. Én téged foglak most idézni magadnak, nem pontosan. Valahogy így szólt, hogy néha azt gondolom, zenésznek lenni volna jó, mert a zene az nem szól semmiről. Ezt te mondtad egy nagyobb interjúban. Miért volna jó, ha az írás nem szólna semmiről? Az nem ezt jelenteni. Az írás, ha nem szól semmiről, akkor az nem jelent semmit, akkor az nincsen. Hanem, hogy a szavak, azok szólnak valami nagyon pontosról, és miközben az egész az mindig másról szól. Tehát a Bovariné azért nem arról szól, hogy van egy nő, aki megcsalta a férjét, hanem amikor olvassuk, az, hát ugye, hogy rövid az álljam, az rólad szól, meg rólam, az életedről szól, meg valami másról szól, mint amit az egyes szavak, meg amit a cselekmény mond. Most ez nagyon könnyen félreviszi, tehát éppen mondjuk a cselekmény, az izgalmas cselekmény. Az persze fontos, meg én nem is vagyok cselekményellenes, vagy csak annyiban, hogy én tehetségtelen vagyok esetleg a cselekmény bonyolításhoz, de azért az félrevisz. Tehát a nagy irodalmi művek, azok nem arról szólnak, ami a témájuk, és minthogy a szavaknak jelentésük van, és pontosan tudjuk, mert hát bemegyünk a közérbe és kérünk, ugyanazokkal a szavakkal kérünk ki 20 deka Párizsit, mint amivel a Tolsztoj írja a Háború és békét. Most ez félrevezető. Egy festőnek, vagy egy zenésznek ez nincsen, mert ott az alapelemek, azok így nem használhatók. Tehát az írónak mindig föl kell forgatnia a nyelvet, tehát egyszerre használnia kell arra, amire mi most használjuk, arra is használjuk a nyelvet, meg arra is, amiből egy regény szól. És ennek a kapcsolata eléggé bonyolult. Az se jó, persze, ha nincs semmilyen kapcsolata, már erre is vannak szép könyvek. Te nagyon gyakran a munkádba beemelsz idegen szövegeket, az idegen alatt értem a sajátodat is. Tehát akár a sajátodat is. Amit hivatalosan nem hozol az olvasó tudomásra, vagyis nem rakod idézőjelbe. Tehát én nem tudom, hogy egy idézetet, egy más szöveget olvasok. Ez sportszerű? Nem érdekel. Na de most ezt komolyan kérdezem, tehát ha mondjuk én egy író lennék, ami sajnos nem vagyok, és a te könyvedben találkoznék egy 3 bekezdésemmel, akkor valamiféle érzelmem lenne, mondjuk kifosztva érezném magam, vagy azt visszaélnek az én szellemi termékemmel, és így tovább, és így tovább. Igen.
mondjuk, hogyha olyan sort olvasok, mondjuk egy fiatal kezdőírótól, amit nagyon kéne, akkor teszek megfontolásokat, vagy akkor beleteszek ilyen intarziákat, tehát hogy a klasszikus intarzia az a nádas, tehát hogy a nádastól lopok szöveget, vagy loptam volt, vagy vettem, nem is kell a lopás szót használni, akkor ott a környéken mindig kerekedett egy nádas, ahol fújt a szél. Akkor ugyanígy, mit tudom én, a Kemény Istvántól, akkor ott a kemény szó a környéken. Aztán, ha ezt lefordítják persze, akkor a kemény... Kíváncsi, hogy a Szilágyival mit fogsz csinálni, ha majd tőlem idézel valamit. Én nem nádas vagyok, nem kemény vagyok. Mi a fenét tudsz ezzel csinálni? Ez a Szilágy az egybe szokott szerepelni. Tudom, egyszer egyet olvastam egy Szilágyit tőled, még máshogy szerepeltem? Ilyen, már nem, most kéne már szövegszerkesztő beütnék, és rögtön kiugrana két Szilágyi. Na visszatérve ez a szövegkölcsönzéshez. Te szöveghez keresel szöveget, vagy a szöveghez tudsz egy szöveget? Tehát a saját szöveget dolgozol. Ahhoz keresel, mert ide kéne valamit valahonnan beszélni, vagy te neked beesik egy dolog, csak éppen utána kell nézni. Így is, úgy is. Tehát minden. Tehát tudnék, ugye, ahogy a vicc mondja, nem szórakozunk mi itten, hanem az történik, hogy kicsit öndicséretes, de azért mégis így fogalmazom, hogy nem nekem jut eszembe, hanem a nyelvnek jut eszébe. Tehát megy egy mondat, és akkor, hát mert nagyon sok szöveg van az ember fejébe körülötte, és akkor fut, az a szószer fut, és akkor az ön, hogy Bécs felé jelasíts a gyáva. És akkor hát ez lehet, hogy nem fog belekerülni a szövegbe, de ugyanígy jön. És mint hogy az én szövegben, vagy a fejemben nagyon sok szöveg van, hát akkor mindig, mint a villamos sin, amikor vált. Tehát, hogy rájár a tollam egyszerűen. Aztán, hát akkor ezt nyilván lehet segíteni is, meg fékezni is, meg mindenfélét lehet csinálni. Tehát, ugye azért történik ez, mert bajba vagyok. Tehát ha nem volnék bajba, akkor foglalkoznék az, hogy úriember ilyet csinál, vagy nem csinál. De nem foglalkozom, mert veszem, ami van. Csinál tovább. Jó, meggyőztél. Engem meggyőztél. Kicsit inogtam ebben a sportszerűség dologban. Hát... Jó. Most viszont idézni fogok egyik művedből, ami így szól. Ezt olvasnom kell már. Az úr óvatosan kézbe vette Charlie Parker szaxofonját. Újrend... támaszték, gyomor, cirkuláció, ajakcsuszi. Ismételgette a tanultakat. Ezt a kis részt azért olvastam föl, itt egy csomó szakszó van. Támaszték, a szakszofonhoz gyűlt szakszavak. Mikor és hogyan kell neked utána nézni ilyen szakdolgoknak, amikor le akarod írni egy tejének a lábát, hogy hol van pontosan a csüdje, meg nem tudom, igen, micsodája. Ezek gyakoriak, hogy föl kell nyújtod a lexikonért? Hát tulajdonképpen igen, mert folyamatos nem tudásban vagyok. Tehát itt például hogy azt kellett, hogy fel kellett hívni a Dés László nevű embert, hogy van ez. És akkor ő kioktatott, hogy van ez. Ezt folyamatosan kell tulajdonképpen, illetve attól függ, hogy milyen a szöveg, tehát hogy mit akarok. Tehát ugye, ha az ember nagyon realista akar lenni, akkor állandóan, de ez engem nem igazán érdekel. Tehát ugye én egy dolog hitelességét azt a szövegen belül mérem. Tehát nem, tulajdonképpen nem olyan fontos, hogy az igaz legyen, hogy 1653-ban tényleg az történt, hanem hogy azon a szöveg maga ez el tudja hitetni. Tehát ez egy más összefüggés, de időnként ez egybe csúszik, hogy egyszerűen szakmailag annak rendbe kell lenni, hogy hát így és így kell szakszofonozni, mondjuk. Uh-huh. De ez azért ritkán van, hogy ez az érzésem, hogy azok nagyon rendben legyen. De néha ezek a szakszövegek, tehát itt látszik, hogy én nem így gondolkodom, hogy rendben legyen, hanem az nagyon szép. Tehát ezek a szakszavak szépen. Igen, szép. Vagy ugye a Rózsikától a Szigligeti Alkotóházba kaptam ilyen szavakat kölcsön, amik az ételre vonatkozóak. Rózsika a szakásnő, Szigligeti? Nem szakásnő, de ért ehhez. És akkor langalló, vagy nem tudom, hogy nem tudtam, és most se tudom igazán, mi az a langalló, de nekem nagyon jól jött ott a kitelepítéses résznél egy langalló az.
Nagyon jó. Tehát az én szempontjaim mások kicsit, de egybeesnek időnként ebben a szakmai rendben levőségek, vagy ugyanígy akár filozófiában, vagy nem tudom, tehát bármilyen dolgokban, ott se egészen az kell nekem, hogy az állítás rendben legyen nyelvfilozófiailag, hanem más. Tehát ennek homályosabbak, linkebbek a szempontjaim. Annak idején te... Azért mondom, annak idején mostanában nem nagyon csinálod, írtál újságba, nem újságot, újságba írtál, nem is tudom, minek nevezzem, cikkeket, vagy publicisztikákat, szóval olvasható dolgokat írtál, és ez aztán megszűnt. Már hogy érted ezt, hogy olvasható? Nem, hát nem tudom meghatározni a műfaját. Hogy a könyvben nem olvasható? Nem, úgy értem, nem tudom meghatározni a műfaját, csak jó volt olvasni. Ezt akartam mondani. Tudtam, hogy ezt akart. Jó van, hát majd még nincs vége. Mikor írsz te újságba, és miért írsz, vagy írtál a újságba? Mitől függ az, hogy te neked úri kedved az diktálja? Hát egyrészt az úri kedvem. Meg most is írok, vagy hát elvileg kéne írnom az élet és irodalomban ilyen egy könyveket. Hát most ezeket például azért írom, mert folyamatosan olvasok, és hogyha valami, én ilyen kékharisnyás vagyok, tehát szeretek újongani, meg örülni, és ha valami jót látok, akkor azt szívesen megosztom. Tehát ugye ezek nem is jó kritikák, szígyák is eleget, mert mindig ilyen hozsannák tulajdonképpen. Tehát örülök, mint a gyerek, és akkor azt leírom. Te felsorolhatatlan sok díjat, kitüntetést vágtál már zsebre. Van olyan, ami után átcsingózol? Nem, nincsen. Értve mindig van. Tehát úgy értem, hogy nincs konkrét átcsingózás, de hát az mindig jó, hogyha van egy díj. De ugye az a díj, amit az ember megkapott, az rögtön érdektelen is lesz. Tehát azért jó megkapni. Hát a díjak ugye kifejezik azt, hogy aki ezt kapja, az tulajdonképpen ez által is, meg e mögött is sikeres ember. Te egy nagyon sikeres ember vagy a magad műfajában. Elbírod ezt viselni normális ésszel? Hát persze, mert nem így mérem én. Mert én az asztalon mérem, hogy mi történik. Tehát ez pont ugyan, mint a régi könyvek. Ha én bajba vagyok, délelőtt az asztalnál, akkor elmondhatom azt, hogy de hát József Attila díjat is kaptam. Nem mondhatom. Szívesen mondanám, tehát ha ez védené az ember, de nem védi. Tehát arra a díjak nem adnak választ, hogy jót csinálsz, csak arra ad választ, hogy fontos, amit csinálsz. Tehát egy embereknek fontos. Ez jó érzés, meg én nem is akarom ezt lekezelőleg említeni, de ha bajban van az ember, már pedig ottan, akkor ezek semmit nem segítenek, de semmit nem segítenek. Nem az, hogy kicsit segítenek, hanem semmit nem segítenek. Következésképpen ebben nem tudok mit kezdeni. Tehát ahogy nekem a napjaim telnek, akkor az abban ez nem játszik szerepet. Hát ez nyilvánvaló. De azért talán elgondolkodtál azon, ha nem, akkor most gondolkodj el, hogy az egyetemi lapokban való első írásaid óta, ahogy a sikerek jönnek, változtál-e? Tehát úgy értem, hogy más ember lettél, magabiztosabb lettél például ettől a sok elismeréstől? Nem, én mindig nagyon bizonytalan és magabiztos voltam. Tehát mindig volt bennem magabiztosság, és mindig volt bennem bizonytalanság. És ez megmaradt. Hogy ennek az arányai ennek nyilván változnak az arányai, mert egy 50 éves ember másképp viselkedik, mint egy 25 éves ember. De azt nem gondolnám, hogy hát egyre... Beszéltünk erről a felolvasó estek, amikor találkozol az olvasóiddal, vagy mikor mondjuk dedikálsz. Szereted ezeket a helyzeteket? Szóval, amikor az olvasó ott van, Mari néni és Tóth úr, azt mondja, hát Eszterházy úr, boldog vagyok, hogy láthatom, valamit mond. Ezeket a helyzeteket szereted, vagy ki nem állhatod? Ha ki nem állhatnám, akkor nem mennék bele. De hát kötelességed. Hát egy könyv megjelenik, akkor ott dedikálni Igen. kell. Azért ez kicsit egyszerűbben van, tehát
olyan sok évig van az ember elzárva, akkor lehet, hogy ez, hogy itten kéne kicsit köröket futni, de ez jó. Tehát az ember azt, ezt az olvasói szeretetnek a megnyilvánulása. Az is addig érvényes, ott addig, de az abban csak jó van. Még akkor is, hogyha mindenféle hülye helyzetekbe vonyolódik az ember, vagy ilyen ezekbe, vagy formálisokba időnként, vagy sznobakba, meg nem tudom micsodákba. De azért az csak, legalábbis én gátlástalanul örülök neki. Tehát ha látom, hogy veszik a könyvemet, nem baszkok, hogy elegánsabb volna, nem örülni. Örülsz. Jól gondolom én, hogy egy olyan ember, mint te, aki az íróasztal mellett tölti az életét, és az, ami a fejében van, azt betűkre váltja, az egy hihetetlen szabadságban él. Egyfelől semmilyen határideje nincs. Akkor is azt csinál, most a munkára gondolok elsősorban, amit akar. Ezt én jól gondolom, vagy én tévedek? Te tévedsz, de jól gondolod. Tehát abban van valami fantasztikus jó, hogy reggel megy be az ember a szobájába, és más nem csinálhat. Tehát, hogy ez, amit csinálnia kell. Ez, tehát, hogy van, amit csinálnia kell. Tehát van valami hihetetlen kötöttség ebben, valami rémes kötöttség, amit az ember saját maga se ért, amikor kikeveredik belőle. Tehát az soha nem szokták megérteni, azt hiszik, hogy csak fontoskodom, amikor mondjuk délelőtre hívnak engem valahová, akár tévébe, vagy egyáltalán van, hogy könyvbemutató van 11, és mondom, hogy nem érek, amit dolgozom. Mert én úgy érzem, hogy egy napot, tehát ugye dolgozom 9 évet, és akkor mégis úgy érzem, hogy egy napot se hagyhatok ki, már önerőből, vagy önmagamtól, mert hogy akkor valami baj lesz. Ezt így is gondolom egyébként, hogy akkor tényleg baj lesz. Tehát, hogy rendes könyvet csak az erők teljes megfeszítésével lehet csinálni. Ettől még lehet mindenféle laza, meg nem tudom micsoda. Meg De soha nem csinált ellenpróbát. Tehát nem mentél el, nem tudom milyen eseményre, mert azt mondtad, sajnos én dolgozom, tehát nem próbáltad ki, hogy tényleg baj lesz-e. Mert az a hát igen, ez igaz. Tehát nem próbáltam ki, hogy milyen volna Dél-Kaliforniába fél évet eltölteni. Nem, ez se igaz, mert amikor rá vagyok valamire kényszerítve, hogy abba hagyjam, akkor a harmadik nap hihetetlenül ideges leszek, és nem tudok mit kezdeni, semmilyen szépséggel nem tudok mit kezdeni, semmilyen jóval nem tudok. Ez mit meghívnak valahova, és el is akarok menni, meg el is kell menni, és akkor ez hihetetlen idegesítő, és tulajdonképpen nevetséges, hogy jobbnál jobb helyeken van az ember, és a harmadik nap már nem is látok semmit, csak azt nézem, hogy hogyan keveredjek vissza abba a szerencsétlen szobámba. Tehát akkor mégis van ellenpróba, mert azért csinálom én ezt, mert ez így nekem jó, mert így a jó nekem ebbe a rosszba, mert minden más az ennél rosszabb. Péter, itt 30 valahány perce beszélgetünk erről, amit te csinálsz. Nem összefoglalót kérek én, de azért megkockáztatom. Jó írónak lenni? Azt hiszem nem, de nekem jó. Nekem is jó volt, hogy itt voltál. Köszönöm.